Itt ebben az utcában fenyegette meg a ház előtt játszó gyerekeket a környéken lakó férfi vasárnapkora este. Hogy pontosan mitől lett dühös, nem tudni. Valószínűleg a gyerekek hangja zavarta. Egyszer csak a saját telkén pisztolyt rántott, és azt kiabálta a kicsiknek, lelövi őket. A gyermekek megijedtek, a szülők felé jelezték, és ők ez alapján tették meg a bejelentést. Kollégáink kiérkeztek, azonosították a Pollák utcában lakó személyt, akit előállítottak. A férfinél megtalálták a pisztolyt is, az egyenruhások emellett lőszereket is lefoglaltak. A lakásán tartott kutatás során egy gázriasztó pisztolyt foglaltak le a hozzátartozó lőszerekkel együtt, a férfit pedig a kapitányságra előállították, ahol gyanúsítottként hallgatták ki garázdaság büntet miatt. A pisztolyjal kisgyerekeket fenyegető férfi akár 3 év börtönt is kaphat.